Ez a Moszkva tér mai adása, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a vonal túlsó végén pedig Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz Gábor, köszöntünk a műsorban. Szervusz és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Azonnal belevágunk a mai adásunkba, előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára, mindössze néhány feliratkozó szükségeltetik ahhoz, hogy meglegyen a 199.000-edikünk, úgyhogy nagyon köszönjük, ha ezzel is támogatják a munkánkat. És egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor erre a beszélgetésünkre készültünk, akkor azt gondoltam, hogy azt fogom először megkérdezni, hogy a Washington Post írt egy cikket arról, hogy Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amiben arra kérte, hogy mérsékelje a háborút és a csapásokat. Aztán ma a Kreml cáfolta ezeket az értesüléseket. Azt mondták, hogy ez teljesen valótlan, ez szintiszta fikció, hamis információ, nem volt beszélgetés. Ezt mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Mi történhetett a háttérben? Ebből is látszik, hogy óriási a várakozás, nagy a találgatás, és ezzel párhuzamosan és ebből következően a kötszurkálás, hogy mikor lesz, mit mond, mikor lesz egy ilyen telefon, ki fog kinek telefonálni, milyen lépésekre lehet számítani Donald Trumptól. Én egyáltalán nem zárom ki, hogy akár lehetett is vagy telefonálás, de nem akarják nyilvánosságra hozni, de nagyon sokkal nagyobb esélyt látok arra, hogy nem, ez mégsem volt. Ugyanakkor lényegében hasonló dolgok derültek ki eddig a Trumpi rendezési tervekkel kapcsolatban, vagy állítólagos rendezési tervekkel kapcsolatban, mint amit a Washington Post úgymond a találkozó kapcsán Donald Trump szájába adott. Egyébként pedig még egy érdekes hír van, hogy ugye vasárnap este Donald Trump bejelentette, hogy Mike Pompeo, a CIA volt főnöke, mégsem lesz védelmi miniszter, illetve nem kap helyet a kormányában. Ez azért is fontos, és kicsit illik ehhez a hírhez, hogy egyrészt rossz hír Ukrajnának, mert Trump köreiben Pompeo volt a leginkább Ukrajnát támogató élén. Itt is még egy cikket a választások előtt, ami pont így van. Nagyon fel kell fegyverezni Ukrajnát. Így van, és még inkább megkavarja a gondolkodást, mert ugye több elképzelés, meg több ilyen kiszivárgott hír éppen Pompeóra hivatkozott. Tehát, hol tartunk? Van egy-két kiszivárgott hír különböző tanácsadóktól, de majd meglátjuk, hogy Donald Trump mit fog lépni. Ebből is látszik, hogy nem egyszerű ez az egész, és hogy elég zűrzavaros magának a Donald Trumpnak a személyisége is, kiszámíthatatlan, és a környezete is, de így érdekes az élet. Egyébként az eddig kiszivárgott híreket, akár a Washington Post által elmondottakat is az érdemes elemezni, mert igazságtartalma feltehetően van. Tehát az, hogy mi lesz, azt majd Donald Trump és a csapat ki fogja találni. Én szerintem még igazából készül ez az igazi nagy terv. Ugye ennek az állítólagos telefonbeszélgetésnek, ami lehet, hogy meg sem történt, a Washington Post szerint az volt az egyik fő üzenete, hogy Donald Trump megkérte Vlagyimir Putyint arra, hogy mérsékelje ezt a háborút. Te számítasz változásra a fronton? Nem lenne logikus. Nem lenne logikus, mert Oroszország éppen előretör, nagyobb ütemben foglal el területeket a Donbaszban, mint korábban, tehát ez az előretörés, ez fölgyorsult valamelyest. Szóval ebben a helyzetben nem tűnik logikusnak az, hogy azt mondja valaki, adott esetben Donald Trump, hogy most akkor álljatok meg, ne eszkaláljatok, ugye így is lefordíthatom. Ez valahogy olyasmi, mint hogyha 1944-ben a Bagration hadművelet idején, amikor Oroszország mondjuk eléri Németország határát, akkor úgy azt mondták volna neki, hogy na most akkor innentől álljunk meg, mert már itt megvan minden. Szóval nem. Én úgy látom, és az én
meglátásaimat erősíti ez a mondat, vagy ezek a mondatok is, hogy Donald Trump nemhogy egy nap alatt, 24 óra alatt, hanem és nem csak, hogy a beiktatásáig, hanem én úgy gondolom, hogy belátható ideig békét nem tud teremteni Ukrajnában. Arra azért van esély, vagy mindenképpen kijelenthetjük, hogy több esély van a tűzszünet, több esély van ahhoz, arra, hogy a tűzszünethez közel kerüljenek, viszont ez úr hosszú-hosszú időbe telik. Ráadásul az ilyen mondatok, tehát hogy Donald Trump az erő pozíciójából próbál tárgyalni Putyinnal, ez kontraproduktív lesz, mert nem hiszem, hogy Oroszország erre fogadókész. Már csak azért sem, mert a kiinduló pont orosz részről az, hogy az Egyesült Államok, illetőleg az Egyesült Államok vezette Nyugat, Oroszországra, egyébként Kínára és a BRICS-re is ellenségként tekint. Ellenségként vagy vetélytársként. Oroszországgal kapcsolatban az ellenség megfogalmazás él. Tehát ez az egyik, hogy ott van az amerikai doktrinákban, stratégiákban, hogy mi minimum vetétársak, de inkább ellenségek vagyunk. Tehát ebből kell kiindulni. A másik, az, hogy az elmúlt években, ez korábbra nyúlik, mint a háború kezdete, oly mértékben elillant, eltűnt a bizalom Oroszország és a Nyugat között, hogy ezt visszaépíteni, vagy ezen az alapon, itt ezt a kettő dolgot nézzük, akkor egy is sok, de a kettő együtt, ezen az alapon nagyon nehéz érdemi tárgyalásokat folytatni, hiszen, és akkor még egy harmadik dolgot is hozzávennék ehhez, ez pedig az, hogy oly messze ment minden oldal ebben a háborúban, hogy onnan visszakúszni, visszább menni, kompromisszumot kötni nagyon nehéz. Tehát nézzük meg, hogy az említett mondatokon kívül mi az, ami nagyjából kiszivárgott, hogy képzeli el, vagy hogy képzelheti el Donald Trump az ukrajnai rendezést, az az, hogy ugye voltak ilyen hírek is, hogy 20 évre befagyasztaná az egész konfliktust. És akkor kezdjük azzal, hogy alapvető ellentét van a Trumpi elképzelések és az orosz elképzelések között abban, hogy míg Trump befagyasztaná a konfliktust, addig Oroszország mindenképpen teljes megoldásra, egy ilyen komplexebb megoldásra törekszik, beleértve az európai biztonsági rendszer újragondolását, mert én szerintem helyesen látják úgy, hogy enélkül stabilitást Európában, békét Ukrajnában nem lehet teremteni. Szóval itt nem messze nem csak Ukrajnáról van szó, itt nagyon jól tudjuk, hogy nem csupán egy orosz-ukrán háborúról van szó, hanem egy orosz-nyugati proxy háborúról, tehát nem lehet itt ott megállni, hogy jó, akkor itt vannak a frontvonalak, itt akkor itt megállhattok, és akkor megyünk tovább, és akkor béke lesz. Nem lesz béke. Szóval, amit meg konkrétan az Ukrajnán belüli rendezési tervet illeti, tehát Trumpéktól olyanek szivárogtak ki, hogy ugye a koreai megoldás alapján, vagy modell alapján az aktuális frontvonalak mentén fagyasztaná be a háborút, és ahogy említettem, 20 évre fölfüggeszteni a Ukrajna NATO-tagságát. Most itt álljunk meg, vagy majd utána elmondjuk, és akkor utána pedig közben Ukrajnán segíteni, fegyverezni, és az egész orosz-ukrán front, illetőleg határvonalon egy demilitarizált zónát hozna létre, amelyben
amelyet nemzetközi megfigyelők, békefenntartók, de nem amerikaiak, meg hanem európaiak ellenőriznének. Akkor menjünk sorba, hogy kezdjük azzal, hogy a koreai modell az mennyire működhet Oroszország szempontjából. Mivel itt még Ukrajnán belül is komplex kérdésről van szó, és összefügg egyik pont a másikkal, tehát úgy, hogy Ukrajna demilitarizálásáról igazából Trumpék eddig kiderült elképzelései alapján nem nagyon van szó, maximum arról, hogy nem Amerika fogja finanszírozni, hanem Európa az egészet, és közben egyre erőteljesebben fölépül még az ukrán védelmi ipar is. Szóval ilyen körülmények között lezárni úgy a háborút, hogy közben azért legalább 100 000, de 100 és 150 ezer közöttre teszem, orosz meghalt, én szerintem lehetetlen. Ezt otthon Putyin nem fogja tudni eladni. És olyan értelemben is rizikós ez, hogy ez a kérdés az, hogy mikor lenne az a bizonyos tűzszünet, tehát hol vannak akkor a frontvonalak, hol állnak. Tehát én úgy gondolom, hogy Oroszország addig nem fog leülni tárgyalni, amíg minimum a Donbass feletti ellenőrzést meg nem szerzi. Oroszország is üzent, meg mondott ilyeneket, hogy a céljai továbbra is ugyanazok, mint voltak, és hogy meg lehet állni akkor, hogyha Ukrajna kivonul az alkotmányosan Oroszországhoz csatolt régiókból, területekből, tehát nagyjából ez azt jelenti, hogy a Donbass plusz a Dnyeperig, a Herszoni, illetőleg az aporizsiai terület. Hát erre meg az ukránok nem hajlandók. Szóval én azt látom, hogy, és ráadásul hosszabb távon is úgy van, hogy egy ilyen befagyasztás, a front, vagy a konfliktusnak egy ilyenfajta befagyasztása, az folyamatosan nyomás alatt tartja ezeket a területeket, mármint az Oroszország által megszerzett területeket, és például mi lesz 4 év múlva, amikor Trump már nem lehet elnök. Tehát tételezzük fel a legjobb variást, hogy Trump tényleg mindent azért tenne meg, hogy béke legyen, és minél előbb, vagy legalábbis tűzszünet. Mi lesz akkor? Tehát Oroszország, úgy látom, hogy ha itt a kérdésnek a fronthelyzettel kapcsolatos részét nézzük, akkor egyértelmű az, hogy olyan, tehát az az ideális orosz részről, hogy olyan helyzetet teremtsen a harctéren, amely legalább hosszú időre, a hosszú idő mondjuk legalább 10 évre, ennél korábbi intervallumban gondolkozni nem nagyon lehet, mert akkor az egész miért volt. Szóval legalább 10 évre, tehát hosszabb időre garantálja Oroszország biztonságát, ez pedig nagyobb területeket jelent a jelenlegi frontvonalaknál. Ez az egyik. A másik, nézzük ezt a demilitarizált zónát és nemzetközi békefenntartókat. Hát Oroszország a határaihoz nem fog odaengedni európai békefenntartókat, ha megteheti, teszem hozzá, hiszen olyan mértékű a bizalmatlanság nagyobb Európával szemben, mint az Egyesült Államokkal szemben. Tehát az Egyesült Államokkal egy racionális, nem baráti, ellenséges viszony van, Európával viszont ilyen nagyon érzelmektől túlfeszített viszony, és tényleg rosszabb a hozzáállás, mint az Egyesült Államokhoz. Ami pedig azt a bizonyos, hogy 20 év múlva, vagy 20 évig ne legyen tag, de 20 év múlva aztán majd lehet, NATO tag Ukrajna, ez lényegében közvetett módon meghívás a NATO tagságra, hogy várjatok, és 20 év múlva biztos. Szóval ez így nem megy. Ráadásul én úgy látom, hogy most már szerintem lényegi kérdés Ukrajna NATO tagságánál, mert ezt a lényegében mindenki legalábbis kitolná,
az, hogy mi lesz a demilitarizációval. Tehát Ukrajna fegyverkezik. Ukrajnát fegyverzik, és én nem úgy látom, hogy ez a felfegyverzés ez leállna. Tegyük csak azt, hogy még a Joe Biden idejéből, ciklusából, elnökségéből hátralévő időben a Biden adminisztráció mindent, amit a kongresszus megszavazott, meg ami az elnöki keret, minden segélyt, fegyvert át fog adni Ukrajnának. Itt van egy 6 milliárd dolláros összegről szó, van külön segélyről szó, és van, amit csak éppen most a napokban hallhattuk, 500 rakétáról. Tehát igyekeznek a Bidenék olyan helyzetet teremteni, hogy Ukrajna támogatása a beiktatás utáni bizonytalan időszakban, ugye ott föl kell állni az adminisztrációnak is, biztosított legyen, meg hogyha Trump másképp gondolkodik, akkor is legyen átmenet, legalább addig, amíg az európaiak át tudják venni a finanszírozást és a fegyverzést. És még egy mondat Joe Bidenhez, hogy én egyáltalán nem zárom ki, hogy ciklusának hátralévő részében még történelmet akar írni, és mondjuk meghúz egy olyan lépést, hogy engedélyezi a nagy hatótávolságú rakéták használatát. Hát ez az egyik verzió, a másik, hogy úgy akar történelmet írni, hogy mondjuk ő összehoz egy békét vagy tűzszünetet, lehet, hogy ez utóbbi jobb lenne a világnak. Egyértelmű, hogy jobb lenne, én ezzel egyáltalán nem vitatkozom, de az elsőnek látom valamivel több esélyét. Meg a realitás tényleg ez. Meg a realitás az. Könnyebb támadni, mint békét kötni. Bocsánat, tehát éppen most jelentik be, hogy mindent, amit lehet, átadnak Ukrajnának, ami még meg van szavazva, és közben akkor úgy gondoljuk, hogy Biden békét terem. Nem hiszem. Nem hiszem, bár ebben is lehetne logika, hogy ugye, és ebben ugyanaz a politika, mint Donald Trump politikája, hogy Ukrajnát azért fegyverezni, mert hogy ne támadhasson Oroszország. Itt a Biden és Trump elképzelései között nincs igazán különbség. És ez viszont ugyanaz a helyzet, ugyanazt a helyzetet idézi elő, ugyanaz a helyzetről beszélünk, arról a helyzetről, amelyik a háború kirobbanása előtt volt. Hiszen ott is nem volt NATO tag Ukrajna, de a NATO infrastruktúrája Oroszország szájában a határainál volt. Tehát itt most ugyanoda jutnak ki Oroszország. Most logikusan gondolkodjunk, hogy fogja tudni eladni Vlagyimir Putyin ezt az orosz népnek, hogy meghalt 100-150 ezer ember, még háromszor ennyien megsebesültek, és akkor lényegében kötünk egy Minszk 3-at, amikor a Minszk 1 meg a Minszk 2 sem működött. Meg abban, mintha egyik félnek se lenne bizony, mert ugye Zelenszky is arról beszélt egyébként, hogy olyan tűzszünet kell, amiben garanciák vannak, hiszen a legutóbbi tűzszünet esetében Putyin annektálta a Krímet, meg elindította a mostani háborút. Az a probléma ezzel, és ez is, szóval ez természetes és logikus, ez, hogy az orosz és az ukrán garanciák egymást kioltják, egymással szemben állnak. Tehát amit Ukrajna akar, az Oroszországnak nem jó, mert ő úgy gondolja, hogy az ő biztonságát az fenyegeti. Amit Oroszország akar, abban teljes joggal gondolja úgy Ukrajna, hogy az meg az ő biztonságát fenyegeti. Ezért lesz az, amit egyébként az elejétől fogva mindenki gondol, hogy a nagyhatalmak, tehát itt az Egyesült Államok, még csak nem is Európa, és Oroszország fog valamiben megegyezni, és azt próbálja mindenki eladni, illetőleg nyugati részről. Hát nem tudok másképp fogalmazni, mint lenyomni Ukrajna torkán. Szóval az ukrán érdekeket figyelembe kell venni. Szóval már csak azért sem tartom elképzelhetőnek és reálisnak, hogy Donald Trump nagyon gyorsan és azonnal békét teremt, mert
Ez, mondjuk ki, Ukrajna elárulása lenne. Tehát nem lehet Ukrajnát elárulni, egyik pillanatról a másikra otthagyni. Akkor, amikor azért nagyon jól tudjuk, hogy a nyugatnak milyen felelőssége van abban, és ezt az ukránok is tudják már, még ha nem is hangoztatják annyira nyíltan, milyen felelőssége van abban, hogy belevitték, belehúzták a háborúba. Csak egyre gondoljunk, hogy amikor kitört, a két fél megegyezett volna, nem azt mondom, hogy már el is felejtettük volna, de túl lennénk az egészen, és akkor Isztambulban úgy gondolták, hogy ne írjátok alá, mert ez így nem lesz jó, mert most meg lehet fogni Oroszországot. Szóval, és még tudnék példát során viszont, hogy mondod, hogy nem lehet elárulni Ukrajnát, igen. De hát közben meg emberek halnak meg, pusztul az ország, minden omlik össze, hogy ez is egyfajta kitévése Ukrajnának annak, hogy nehéz pontosan. helyzetbe kerüljön. Tehát, hogy ez egy egyetértek. rókafogta csuka helyzet. Így van, egyetértek. Tehát az előbbi gondolatomat folytatva, eleve arra kellett volna törekednie a nyugatnak is, hogy Ukrajnát ne tegye geopolitikai csatamezővé, ne áldozza föl, de ha már egyszer... Hát, ezt tette, tehát föláldozza és belehajszolta, mert egyébként nagyjából erről van szó, belehajszolta ebbe a háborúba, akkor viszont arra is figyelni kell, hogy nem lehet egy társadalmat egyik pillanatra a másikra azt mondani, hogy most pedig álljatok le, ezekről a területekről mondjatok le, NATO legalább 20 évig nem, szóval azoknak az ukránoknak a lelkébe is bele kell gondolni, akik ott harcoltak, vagy a frontokon, vagy szenvednek az egésztől, és ahogy én nézem a felméréseket, az ukrán társadalomnak nagyjából a fele még nem kész, nem szereti a háborút, meg szeretné, ha vége lenne, de arra nem kész, hogy vereséggel felérő, ugye, amiről beszéltünk, szakértők ezt úgy fogalmazzák meg, hogy koreai modell, meg kompromisszumok, tehát hogy területet békéért, szóval vereséggel felérő tűzszünetet kössenek. Tehát nem kész még nagyon sok ukrán erre. Főleg azok, akik nagyon sokat áldoztak ezért. Tehát igen, igazad van ebben, hogy róka fogta csuka, ez így is rossz, meg úgy is rossz, de a politikusoknak ezt is figyelembe kell venni, hogy azért nem lehet egyik pillanatról a másikra hátat fordítani Ukrajnának. Főképp úgy, egyébként, hogy itt bejön az európai faktor. Azért ne felejtsük el, hogy csak a napokban Donald Trump győzelme után Donald Tusk már tárgyalni akar, hát bejelentette, hogy fog tárgyalni Macron elnökkel, az északi, skandináv országok vezetőivel, balti országok vezetőivel, a brit miniszterelnökkel, tehát az a bizonyos háborús csoport Európában, akik leginkább hát itt Macront ilyen billegőnek ítélném. Minden nap mást mond rá. Így van, azért mondom, hogy ilyen udvariasan billegőnek. Szóval... az a csoport, amelyik a leginkább kiállt Ukrajna mögött, Ukrajna mellett, de említhetem Olaf Scholzot is, aki azt mondta, hogy Ukrajnát nem lehet csak úgy otthagyni, Ukrajna nem veszíthet, és Ukrajnát segíteni kell a továbbiakban is. Szóval ez a csoport, amiről az előbb beszéltem, ez azért én úgy látom, hogy arra készül, hogy hogyan lehet az Egyesült Államok konkrét katona, hát maradjunk annyiban egyelőre, hogy pénzügyi segítsége nélkül fönntartani Ukrajnát, és fönntartani Ukrajna katonai támogatását. Abba szerintem az Egyesült Államok tökéletesen bele fog menni, hogy vegyétek meg a mi fegyvereinket, de az biztos, hogy a pénzügyi segítséget ismerve Donald Trumpnak a fiskális, bazári gondolkodását, szóval azt lejjebb fogja csavarni mindenképpen. És itt nagyon fontos dolog lesz az is, hogy mire készül Donald Trump a világ más konfliktusaival kapcsolatban. Hiszen
amennyiben úgy látja, hogy a közel-keleten rendezésre kell vinni a dolgot, tehát döntésre kell vinni a dolgot, és ott nem véletlen az, hogy Donald Trump már háromszor beszélt megválasztása óta Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. Szóval, hogy mit akar? Lerendezni Iránt? Ez nem illik bele a trumpi elképzelésekbe, ugye, hogy ő nem indít háborút, viszont azért itt tegyünk egy nagyobb zárójelet, és ezzel kicsit értelmezzük az Ukrajnával kapcsolatos nagy béketerveket is. Tehát Donald Trump valóban az első ciklusa alatt nem indított új háborút, de hát nem is nagyon állt le háborúkkal, például az afganisztánival. És azért közben olyan dolgokat, tehát hogy beavatkozni más országok belügyeibe, olyan dolgokat tett, ami ha nem is háború, de hát azért közel van ahhoz, például az iráni erős ember Szulejmáni megölése, vagy Venezuelában puccskísérletek. Szóval lehetne sorolni még a példákat arra, vagy éppen Ukrajnának Donald Trump idején adták át az első halált okozó fegyvereket. Szóval csak óvatosan. Én úgy gondolom, hogy ez mennyire volt Donald Trump személye, vagy az, hogy ki az európai képviselője az Egyesült Államoknak, ki a külügyminiszter, ki a védelmi miniszter, és ki a nemzetbiztonsági főtanácsadó? Jó kérdés. Tehát itt én úgy gondolom, hogy Donald Trump, hogyha a személyét, a személyiségét nézzük, akkor mindenképpen átterelné az összes konfliktust, átterelné a kereskedelmi és gazdasági szférába. Vámháborúkba, szankciókba, stb. Kínával, Iránnal és az ukrajnai konfliktussal kapcsolatosan, Oroszországgal kapcsolatban is. Tehát arról szó sincs, hogy ha térjünk vissza egy pillanatra, arról szó sincs, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókat fölfüggesztenék. Tehát én egy szót nem hallottam erről. De visszatérve, hogy mennyiben Donald Trumpról van szó, és akkor ne felejtsük el, hogy akár Joe Biden amerikai elnöke, akár Donald Trump, az amerikai érdekek maradnak. Tehát Donald Trump épp úgy fönn akarja tartani az amerikai hegemóniát, mint Joe Biden. Ebben, hogy America first, ez nem csak arról van szó, hogy Amerika mindenek előtt, tehát a belső, a gazdasági problémákra, fejlődésre koncentrálunk, hanem az is, hogy Amerika az első a világban, és ezt meg kell tartani. Más eszközökkel. Ez a lényeg, hogy más eszközökkel próbálja Donald Trump megtartani, mint a demokraták tették azt. De még egy dolog, hogy még közelebb menjünk. Donald Trump most egy 10 pontos tervet terjesztette elő, hogy hogyan fogja visszaszorítani a Deep State-et. Tehát nagyon jól tudja, látja azt az első elnöki ciklus alapján is, hogy hát az ő mozgástere is korlátozott. Tehát az amerikai érdekek mellett ott vannak még azok, tehát az Amerika geopolitikai, globális érdekei, ott vannak az amerikai, én így fogalmazok, hogy gazdasági szféra érdekei, a lobby érdekek, a deep state érdekei. Tehát például a háború kapcsán a fegyverkezési lobby, az energetikai lobbinak az érdekei. Szóval nagyon sok dolog korlátozza egy elnöknek a mozgásterét. És amit, ahogy meg te tetted föl a kérdést, én abban azt nem hiszem, hogy az befolyásolná Trump döntését, hogy ki az európai ügyekkel foglalkozó megbízott, de az igen, tehát hogy a külügyminisztérium, a Pentagon és a Fehérház között lehetnek ellentétek, sőt voltak is, meg vannak is. Tehát másképp gondolkoznak
egyes kérdésekről. Tehát itt igen, ez fölmerül, hogy mennyiben voltak azok a lépések Trump döntései, de hogy Trump tudott róla, Trump adta hozzá nevét, az biztos. Most az egy biztos, hogy Donald Trump sokkal tapasztaltabban és sokkal nagyobb fölhatalmazással kezdi a második ciklusát, hiszen egy nagyon erős elnök lesz, erős elnök, mert a kongresszust és a szenátus is a republikánus többség van. Szóval ez egy Amerikában inkább ritkábban előforduló erős elnöki ciklust eredményez, ami azt jelenti, hogy Donald Trumpnak a felelőssége is nagyobb lesz, nem csak a mozgástere. Szóval én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem olyan virágos a helyzet, tehát sem az ukrajnai rendezést illetően, sem a közel-keletet illetően. Itt egy mondatot azért nehezen tudom elképzelni azt, hogy tudja összerakni magában Donald Trump azt, hogy nagyobb támogatást kap Izrael, mint idáig, de megoldom a gázai konfliktust, meg a közel-keleti konfliktust, és nem akarom kiterjeszteni regionális háborúvá úgy, hogy közben Iránt is valahogy visszaszorítom, mert azért az utóbbi időben Iránnal kapcsolatban egyre több dolog merül föl, tehát minthogyha nagyon rá lenne kattanva a Trump és köre Iránra, hát ez az első elnöki ciklusából is adódik, meg az, hogy sokkal közelebb áll Izraelhez, mint mondjuk Joe Biden és köre. Szóval egyértelmű az, hogy most itt már nem az oroszok, hanem az irániak avatkoztak be a választásokba, meg akarják megölni Trumpot. Tehát ilyen hírek merülnek föl, ami számomra azért azt sugalja, hogy Iránnal azért lehet, hogy akar valamit kezdeni, valami csúnyább dolgot, és ez mondjuk megint csak nem a béke irányába hat. Vagy az, attól függ, hogy nézzük, mert egyébként szerintem, de nem akarok a Trump fejébe belelátni, de szerintem valami olyasmi lehet az ő logikája, hogy ahhoz, hogy a közel-keleten Izrael környékén rendeződjön a kérdés, ahhoz vagy a gazdatestet, tehát Iránt kell fékeznie, vagy az Irán proxiait, de hát akkor már sokkal egyszerűbb Iránt fékezni, és akkor ha Iránnak a szarva le van törve, akkor az Izrael körül lévő országok, Libanon, Szíria, akár egyéb illetve a különböző terrorszervezetek talán jobban fékezhetők vagy kordában tarthatók. Én így a különböző nyilatkozatokból valami ilyesmit olvasok ki. Igen, csak ebből hiányzik az, hogy nyomást gyakorolni Netanyahura, hogy azért ő is csavarja le a lángot egy kicsit. Szóval nekem ez hiányzik ebből. De hogyha... Hát, és hogy megnézzük a Trumpnak azt a nyilatkozatát, ami még volt mielőtt még nyert volna a választáson, hogy hát Izrael támadjon iráni nukleáris létesítményeket, tehát hogy így, ő ezt van, mondta, így van, ezt is az ugye egy másik képbe illeszkedik bele. Abszolút. Tehát az nem arról árulkodik, hogy itt aztán mind olyan stabilitás lesz a világban, és Donald Trump a béke angyalaként vonul be, szóval sokkal ellentmondásosabb a helyzet, mint azt az különösen a magyarországi, de egyébként nagyon sok helyen van. Még kicsit az érzésem, hogy Trumpról és azokat a mondatokat emelik ki, ami egyik vagy másik narratívának tetszik, és akkor mondjuk igen, azokat nagyon hangsúlyozzák, de közben nyilván mond mást is. Azért ebben a választási kampányban is mind a két politikai oldal részéről minden elhangzott, és akkor van ez a 24 órán belül békét teremtek Ukrajnában, ez ment le mindenhol, miközben azért voltak ugye korábban meg más mondatai is, miszerint ha Putyin nem megy bele a dologba, akkor fel kell fegyverezni Ukrajnát. Most éppen egyébként Robert Fico, szlovák miniszterelnök mondta azt, hogy nehezen teljesíthető választási ígéret ez a 24 órán belüli béke, de hogy a megválasztott elnöknek valamit ki kell majd találnia, és hogy a megoldáshoz vezető út az a Kijevet illető amerikai támogatás jelentős csökkentése lenne, mivel Fico szerint a háború addig nem fog véget érni, amíg a nyugat erőteljesen segíti Ukrajnát, továbbra is úgy viselkedünk, mint egy háborús kabinet, amikor Ukrajnáról van szó, ezt mondta Fico.
Egyetértek a szlovák miniszterelnökkel, csak itt azért Robert Ficónak is van némi köze ahhoz, hogy például Európa mit tesz. És ahogy az előbb már említettem, Európa tényleg háborús lázban van, még legalábbis Európa egy része. És azon gondolkodik, hogyan vegye át az Egyesült Államoktól a háború folytatását, finanszírozását. Tehát sok kérdés van itt még. Egyébként Oroszországban nagyon, nagyon visszafogottan látják ezt az egészet, Trump győzelmét. Tehát egyrészt azért azt látni kell, hogy Putyin a Valdaj klubon rendkívül békülékeny hangot ütött meg. Tehát úgy beszélt Donald Trumpról, tehát amikor a merénylet idején milyen bátor magatartást tanúsított, a republikánusokról földicsérte ifjabb Bush-t, hogy milyen okos, és nem igaz, amiket terjesztettek róla. Szóval egyértelműen pozitív üzenet. Ugyanakkor hát mi hallottunk másokat is. Tehát az orosz külügyminisztérium felől jövő nyilatkozatok viszont egyértelműen, de ilyeneket Putyin is mondott, csak sokkal visszafogottabban, finomabban. Tehát az orosz külügyminisztérium felől jövő kijelentések viszont azt erősítik, hogy meg arra hívják fel a figyelmet, hogy olyan mély az Oroszország és Amerikai közötti kapcsolatokban a válság, hogy azt azért egyik pillanatról a másikra nem lehet megoldani. Nagyon nagy a bizalmatlanság, és egyelőre távol állnak az elképzelések egymástól. Tehát Oroszország nem fogja föladni a biztonsági érdekeit, a céljait. És olyan is elhangzott például Szergej Ryabkov miniszterhelyettes szájából, hogy amennyiben az Egyesült Államok, tehát itt nem csak arról van szó, hogy Trump azt mondta, hogy ne eszkalálj, Vladimir, hanem arról is, hogy Ryabkov azt mondja, hogy amennyiben az Egyesült Államok ráteszi a kezét az orosz, a befagyasztott orosz vagyonra, és egyébként ez nem áll távol Trumptól, hogy mindig a pénzben gondolkodik. Jó, akkor nem kell fizetni, majd az orosz pénzekből ott el leszünk. És tehát hogyha ráteszi a kezét az orosz vagyonokra, és eszkalálja az ukrajnai helyzetet, akkor az sem elképzelhetetlen, hogy befagyasztják a diplomáciai kapcsolatokat. Tehát ezekre a mondatokra kevésbé figyeltek föl, sokkal inkább arra, hogy Putyin nagyon békülékeny volt. Én értem, hogy mindenki azt szeretné hallani, amit szeretne, azt hallja ki mindenből, amit szeretne, tehát hogy legyen már béke. Én nekem pedig az a dolgom, hogy rávilágítsak arra is, hogy nem olyan egyszerű békét teremteni. És túlságosan sok illúzió tapad Donald Trumphoz. Ha én feltételezzem, hogy ő tűzszünetet legalábbis akar Ukrajnában, ez nem azt jelenti, hogy a világ milyen stabil lesz alatta, mert azért eleve instabilitást kódol be a helyzetbe Trumpnak a személyisége, amelyik kiszámíthatatlan, vagy sok tekintetben kiszámíthatatlan, és én úgy gondolom, hogy ő meg fog próbálkozni, de az első elnöki ciklusában sem, ahogy az előbb a példákat hoztam, tehát, hogy igaz, hogy nem indított háborút, de azért a beavatkozásnak a gazdasági kereskedelmi, vámháborúkon keresztüli, gyilkosságokon keresztüli eszközeitől nem riadt vissza. Tehát én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt nem angyalok és ördögök szembenállása van, és Amerika nem engedheti meg magának, hogy arcvesztéssel. Ugye angyalok és ördögöket említettél meg. Még el ne felejtem, és te se felejtsd el a mondatot, hogy egy dolog, ami megint csak arra készített engem, hogy azt mondjam, hogy nem lehet egyik pillanatról a másikra kivonulni Ukrajnából, mert ez
olyan törést, már most van törés, de olyan törést okozna Amerika szövetségeseinek körében, tehát a transatlanti viszonyban, de adott esetben, hogyha Kínához másképp viszonyul, akkor az úgynevezett kollektív nyugat csendes óceáni térségben lévő országaival is, például Dél-Koreával vagy Japánnal. Szóval Amerikának erre is figyelnie kell, és hogyha Donald Trump nem is akar figyelni, a mögötte lévő apparátus, a külügyminisztérium egészen biztosan, hogy erre fog, mert ez a dolga. Tehát az, hogy a közben azért a transatlanti viszony ne sérüljön új mértékben, ami már az amerikai érdekeket sértené. Vagy például ne gyengüljön Európa annyira, ami már az amerikai érdekeket sértené. Bocsánat, csak ezt még fontosnak tartottam elmondani. Szóval itt beszéltél az angyaloknak meg ördögöknek a harcáról, de közben meg van olyan narratív, ami szerint ugye Trump tulajdonképpen az oroszoknak vagy az ügynöke, vagy az oroszok valami fajta felvétellel zsarolják ezek legendáriumok, vagy tényleg megvannak. Ugye az, hogy orosz beavatkozás volt a választásokba, azon azért túl vagyunk, hiszen ugye Trump miatt annak idején ezért indult impeachment, aztán már ez túlment ez a történet. Láttál komoly bizonyítékokat? Nyilván nem láttam. Nem. Szóval az, hogy Donald Trump orosz ügynök lenne, ez én annyira nevetségesnek tartom, hogy nem is nagyon érdemes kommentálni. Tehát nem látok rá bizonyítékokat. Tehát, hogy ő... hogy ilyen alapon azt is lehet mondani, hogy kínai ügynök. Mert van egyfajta, hogy mondjam, vonzalma az erős emberekhez. Ezt úgy a nyugati blogban úgy fogalmazzák, hogy vonzódik a diktátorokhoz. Tehát Kicsin Pingről is mondott olyanokat. Egymást, ugye azon a találkozón, aztán utána annak nem nagyon lett folytatása, de láthatóan nem az volt, hogy diktátorokkal nem tárgyalunk. Így van. Tehát ő neki ilyen averziói nincsenek. Tehát ha valami pozitívum, meg több is van, valami pozitívum Donald Trump győzelmében van, az az, hogy ő fog és tud is tárgyalni bárkivel is, és egyébként nagyon jó a kulisszák mögötti megegyezésekben. Tehát ezek a személyiségjegyei, ezek egyértelműen afelé lökhetik a nagy konfliktusokat, a lángoló konfliktusokat, hogy lejjebb csavarja a háború lángját, hogy legalábbis befagyassza ezeket, tűzszünetet kössön. Csak én a mozgásterét próbálom valahogy fölmérni, és azt, hogy egy dolog az, hogy valamit akar valaki, és egyébként meg hogy tudja megtenni, a saját, illetve országa érdekeinek sérülése nélkül. Ha Ukrajnát nézzük, akkor most oly messze mentek a dolgok, olyan mély az ellentét a Nyugat és Oroszország között. Akkora a bizalmatlanság, hogy ezt nehéz áthidalni, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy dehogy nem, egész idáig azért arról beszéltünk, hogy az érdekek mennyire ütköznek. És itt nem csak vannak az orosz érdekek, vannak az amerikai érdekek, vannak európai érdekek, amit mondjuk idáig olyan nagyon hangosan nem jelenítettek meg, de vannak, és talán hangosabban is megjelennek majd, és ne felejtsük el, hogy ott vannak az ukránok, akik rettenetesen függnek a nyugattól, de azért mégiscsak kell, hogy legyen valami beleszólásuk az egészbe. Na meglátjuk. Ez volt a Moszkva tér mai adását. Bizonyára a következő időszakban ez lesz a fő témánk. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan hat majd mindez a hadműveletekre. Úgyhogy figyelünk, elemzünk. Stier Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a figyelmet.